Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. 2016. decemberében az Egészségklub műsorát láthatják, amely a Karcag Televízió és a Betárnya Gyógyszertár és Egészségház közös egészségmegelőzéssel foglalkozó műsora. Jelen beszélgetésünkben nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Farkas Béla főorvos urat, a Kátai Gábor Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosát, valamint dr. Farkas Kitti doktornőt, aki az anesteziológia szakorvosa, a Kátai Gábor Kórház munkatársa, és nagyon sok irányú képzettségeinek köszönhetően akupunktőr, orvosi esztétikai és kollagén terápiás, valamint orvosi dietoterápiás szakorvos. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és ezen a mai napon szintén folytatnánk az ebben az évben megkezdett témakört. A nagyon fontos népegészségügyi problémát igyekeztünk körüljárni, a daganatos megbetegedéseket és az ez elleni védekezést, amely ma a 21. század Európájának, világának, de kiemelten Magyarországának egy kulcs problémája. A mai beszélgetésünknek egy előzménye a 2016. június 30-án megtartott egészségnapunk volt, ahol az Együtt a helyi közösségekért, Karcagváros lakosságáért című pályázat megvalósítása zajlott, fókuszban az egészség és a daganatos megbetegedések megelőzése volt. Ezen az egészségnapon, amelyet a Karcag Televíziónak köszönhetően a kedves lakosok a televízió képernyőin keresztül is tudtak követni, sok szakembert hívtunk meg, és tulajdonképpen bőrgyógyászati, belgyógyászati szempontból, vagy éppen a pszichológia megközelítésével, nem feledve a játékos, sportos elemeket és egy kicsit a szórakoztatást sem, igyekeztük ezt a kérdéskört boncolgatni. A mai napon pedig beszélgető társaimat arra szeretném kérni, hogy két fontos témakört, a nőgyógyászati megbetegedéseket és ezen belül a fontosabb, leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedéseket egy picit a lakosság számára közérthető módon elevenítsük fel, illetve doktornőt pedig arra kérném, hogy az egészségtudatos magatartásunkhoz hozzájárulva, új évhez közeledvén, és ilyenkor jól tudjuk, hogy mindenkit az újévi fogadalmak vesznek elő, és az újévi fogadalmakban általában a dohányzásra való leszokás, illetve a helyes táplálkozás és a fogyókúr előtérbe helyezése szoktak leggyakrabban felbukkanni. Úgyhogy én pedig doktornőt arra kérném, hogy nem csupán a daganatos megbetegedések szempontjából, hanem úgy általában is valamennyiünknek az egészségtudatos hozzájárulván néhány jó tanácsot adjon. Első témakörünk tehát a nőgyógyászati megbetegedések és a daganatos megbetegedések lennének. Arra kérnélek, főorvos úr, hogy vázold nekünk, hogy egyáltalán így, mint nőgyógyászati daganatok, mikre lehet gondolni? Én azt gondolom, hogy az átlag lakosság alapvetően az emlő daganatra gondol ennek a témakörnek a kapcsán. Mik lehetnek még a problémás területek? Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a nézőket, és figyelmükbe ajánlom azokat a momentumokat, amiket most említeni fogunk az adásban, hogy figyeljenek oda magukra, a közvetlen hozzátartozóikra, szüleikre, gyerekeikre, családtagjaikra, barátaikra, és hívják föl a figyelmüket, hogy a nőgyógyászati és egyéb más daganatos megbetegedések szűrése milyen fontos, és milyen jó az, hogyha időben, akkor, amikor még a betegség teljes kifejlődése be nem következik, akkor tudunk még segíteni ezeknek a betegségeknek a gyógyításában. Azt kell, hogy mondjam, szinte teljes mértékben, 100%-osan. Kifejezetten a nőgyógyászati daganatok körébe, ahogy a női nemi szervi daganatok tartoznak, ugye elsősorban a külső női nemi szervi daganatok, a vulva, a szeméremtesti daganatok, amiknek az előfordulási gyakorisága a legritkább,
és a időskor betegsége. De mielőtt rátérnénk ezekre a női nemi szervi daganatokra, előtte az emlő daganatokról, ami ugyan a nőgyógyászok kezében mint szűrő lehetőség van, ugye, aki eljön a nőgyógyászati rákszűrésre, ményakrák szűrésre, azoknál az emlő vizsgálatot is elvégezzük, vagy megkérdezzük, hogy van-e valami panasz, jár-e rendszeresen a 45 év fölöttiek megszervezett szűrővizsgálatokra, ugye a mammográfiás vizsgálatokra, vagy nem. Fölhívjuk mindenféleképpen a figyelmet. A legújabb kutatás és a tendencia viszont most ide koncentrálódik a emlőrák tekintetébe. Kiderült ugyanis, hogy az emlőrákok mintegy 10%-áért egy bizonyos gén, két gén a felelős, egyik a 17-es kromoszómán, a másik a 13-as kromoszómán helyezkedik el. Ugye eddig is tudtuk, hogy van bizonyos mértékű familiáris, családi halmozódás a emlőrákok tekintetében, és azt mondtuk, hogy akinek az édesanyjának emlőrákja volt, annak bizony egy olyan 15%-os valószínűséggel a lányának is, nájánál is kialakul ez a betegség. Jelen pillanatban már tudjuk azt, hogy ez bizony öröklődő, és az öröklődés menetét is ismerve a 17-es, 13-as kromoszomához kötődő BRCA1, illetve BRCA2-es gén felelős ennek az öröklődéséért. Az emlőráknak a 10%-ában, tehát nem minden emlőrákban, csak minden tizedikben. Viszont aki ezt a gén, kóros gént hordozza önmagába, az nagy valószínűséggel, 60-80%-os valószínűséggel megbetegszik ebbe a betegségbe. Lehetőség van ennek a génnek a kimutatására, sajnos nem olyan finanszírozott formában, hanem a szányák a hajtjáról vett mintából a kromoszóma meghatározás és gén meghatározás során kimutatható ez. Karcagon is le tudjuk venni ezt a mintát, és el tudjuk küldeni Budapestre. Ennek a vizsgálatnak az ára 165 ezer forintba kerül jelen pillanatban. És mi van akkor, hogyha ha valakinél kizárjuk ugye, a kóros gén hordozását, az akkor más tendője nincs, mint hogy a kötező mammográfiás szűrővizsgálatokon megjelenik. Mi van akkor, hogyha igazolódik? Ugye azt mondtam, hogy 60-80%-os valószínűséggel akkor kialakul a emlőrák. Mit kell akkor tenni? Gyakoribb önvizsgálat, gyakoribb nőgyógyászatokkal, sebész vagy emlődaganatokkal foglalkozó szakrendelésekre való részvétel, gyakoribb mammográfia. A Angelina Jolie néven elhíresült műtét. Ugye sokan ezt tudják, hogy Angelina Jolie ugye hordozója volt ennek a kóros gének, és mindkét mellét eltávolította. Sajnos ma mi sem tudunk jobb megoldást, mint az emlő teljes állományának az eltávolítása, és ennek a pótlása különböző plasztikai úton. Ez tehát összefoglalva az emlőrákok 10%-ának, ha beleesik valaki, akkor onnan 60-80% a valószínűsége, hogy kialakul. És a megelőzésre sajnos jobb megoldást, mint az emlők teljes eltávolítása és protézis beültetése nem tudunk javasolni. Következő, hogy amit már évtizedek óta mondunk, és nagyon fontos, az a ményakrák szűrés. Ez a fiatalkornak a betegsége, és ez az első olyan rákféleség, rosszindulatú daganat, amiről egyértelműen kimutatta a tudomány, hogy vírus okozza. Egyértelműen megállapították a patomechanizmusát, egyértelműen kialakították ellene a védekezést, a védőoltást is előállították. Ugye egyértelmű, hogy ezt a humán papilloma vírus, az úgynevezett HPV vírus okozza, amelynek a felfedezése
sorrendjébe kapták az elnevezésüket, a 1-es, 2-es, 3-as, ma már több mint 200 fajtát ismerjük. Ezek között vannak olyan típusok, amik egyáltalán nem veszélyesek, vannak közepesen veszélyes, vannak igen súlyos, nagy onkogenitással, nagy rák kialakítási képességgel rendelkező vírusok. Ezek ellen védőoltásokat alakítottunk ki. Azok a vírusok úgy hajtják végre a feladatukat, hogy nagyon szeretik a méhnyakon azt a területet, azt az úgynevezett átmeneti zónát, ezt úgy mondjuk, hogy a méhnyakban egyrétegű, el nem szorosodó, egyrétegű hengerhám van belül, kívül pedig egyrétegű, el nem szorosodó laphám. A kettő átmenete, az az úgynevezett átmeneti zóna, és az ideális ezeknek a vírusoknak a megtapadására. És bejutnak a hámsejtekbe, azokat károsítják a DNS-ükbe, és akkor azokat szaporodásra késztetik. Szűrésre nagyon alkalmas ez a terület, mert viszonylag könnyen hozzáférhető. Az a kis kellemetlenség a tüvelytükörrel történő föltárás csak, és a sejteknek a tájlemezre történő kipergetése után festéses eljárással egyértelműen láthatóvá tehetők ezek a sejtek. És már abban a stádiumban észrevehető az elváltozás, amikor még nem rákos sejtekről beszélünk, hanem csak úgynevezett koilocitákról. És akkor ugye úgy jön vissza a citológiai eredmény, hogy régi nomenklatúrával, ugye úgy mondtuk ezt, hogy P3, és még mindig ez van a köztudatban, újabban már kóros hám elváltozás, és azon belül is a végleges szövettani leletnek jobban megfelelő elnevezést, a hásír, a agus-akus elváltozások attól függ, hogy laphámsejtből, vagy a nyakcsatornában lévő sejtből indul ki az elváltozás, nevezzük őket. Lényeg az, hogy ez kóros elváltozás. De még mindig nem rákos elváltozásról beszélünk. Ezek a koilociták az átlagosnál nagyobb sejtek, durvább magvak vannak ott tartalmaz, kromatinállományuk szabálytalan, esetleg egy-két oszló sejtek is részt vehetnek benne. Ekkora teendő ugye általában az, hogy egy gyulladásos elleni kezelés, és azt követően ismétlés. Illetve ez volt nagyon sokáig. Ma egyre inkább bejön az a módszer, hogy HPV tipizálás, HPV meghatározás, erre is van már lehetőség, hogy konkrétan kimutatni, hogy a méh nyakban lévő sejtekben milyen típusú HPV-k vesznek részt. Ott vannak-e a nagy onkogén keltő HPV-ek, vagy nincsenek. Ha nincsenek, akkor kizárjuk a méhnyakrák kialakulásának a valószínűségét. Ha ott vannak, akkor ez viszont megerősítést nyer. Legrosszabb esetben is azt szoktam mondani, hogy egy egyszerű kis műtéttel, egy úgynevezett elektromos kacsal a méhnyaknak a felületéből egy pici kis kúp alakú területet eltávolítunk, azt a kóros részt, tehát a kóros átmeneti részt, ahol ez a vírus van, ahol ez a vírus behatolt a gazdaszervezet, a gazdasejtekbe, és elérte az úgynevezett átmeneti zónát. Ennek a gyógyulása nagyon gyors, nagyon szépen gyógyul, és 100%-os gyógyulást okoz. Ettől nem kell félni. Csak ezekre a szűrésekre el kellene jönni. Az a gond, hogy ma Magyarországon ugyanúgy évente 500 nő hal meg méh nyakrákban, mint ahogy ezelőtt 20 évvel. Hiába minden erőfeszítésünk, hiába minden szervezés, ugye a központilag külön leveleket kapnak a hölgyek, hogy jelenjenek meg rákszűrése, sajnos nem hoztak átütő eredményt. Reméljük, hogy az az iskolaprogram, ami most már ugye harmadik éven megy, hogy a hetedik osztályos lányokat ugye HPV elleni védőoltásba
részesítjük ingyen és bérmentesen. Ez remélhetőleg egy pár éven belül nagyon nagy javulást fog eredményezni. Bízunk benne, és ezúton is tudom azt mondani a szülőknek, hogy igenis bátran adassák be ezeket a védőoltásokat. Hál' Istennek Karcagon ebből nincs nagy gond, mert elég jó nagy számú az átoltottság a 7. osztályos lányok tekintetében. Röviden a ményakrákról talán ennyi, amennyit tudni kell és meg lehet jegyezni. És mit javasolsz, hogy milyen időközönként kellene a hölgyeknek, tehát mindenképpen részt venni a szüléseken, és mi az a gyakorisága, hogyan keressék fel a nőgyógyászukat? Itt ugye most újabban bevezették ezt a köztudatba, ugye a 3 évenkénti. Van olyan, hogy 3 évenként javaslunk rákszűrést, de akkor együtt kell elvégezni a HPV tipizálással együtt a rákszűrést. Csak a hagyományos citológiai vizsgálattal az a továbbra is az évenkénti rákszűrés a javasolt. Ha ezt kiegészítjük HPV tipizálással, akkor lehetséges a 3 évenkénti vizsgálat. És ez a bizonyos HPV tipizálás, ez mennyire van így benne, hogy így mondjam, a mindennapi gyakorlatban? Tehát ez egy nagyon új módszer, vagy pedig, és minden nem. esetben elvégzitek? Nem. Csak a gyanús eseteknél inkább, esetleg egy újabb mintavételre. Igen, itt is az a helyzet, hogy a HPV tipizálás csak kóros citológiai eredmény esetén finanszírozza az OEV. Amennyiben a citológiai eredmény nem kóros, úgy is el lehet végezni, de úgy önköltséges. Illetve lehet egy részletesebb citológiai vizsgálatot is végeztetni, amelyen a sejtekben lévő HPV nyomait is ki tudják mutatni. Ezt a vizsgálatot sem finanszírozza az OEV, ez is egy plusz önköltséges vizsgálat formájában lehetséges. Tehát jelen pillanatban a 3 évenkénti szűrést csak önköltséges vizsgálatokkal kiegészítve lehet elvégeztetni. Egyébként továbbra is maradunk az évenkénti citológiai vizsgálatoknál. És akár éppen itt most a hírességek és Angelina Jolie példáját követve, hogyha valaki jó citológiai eredménnyel is mondjuk önköltségesen elvégezteti ezt a HPV tipizálást, és mégiscsak az jön azért ki, hogy van egy ilyen típusú hajlama, bár jelen esetben még nem beteg, akkor tulajdonképpen mi számára az út, tehát sűrűbben járjon vizsgálatok. Itt nem annyira egyértelmű a teendő, mint az említett teendő tumornál, ahol ugye egy gén hordozza azt annak a betegségnek a előfordulására a hajlamot. Itt egy vírusnak a jelenléte, vagy nem jelenléte a meghatározó. Ugyanis a nőknek a 80%-a spontán átesik és megfertőződik HPV-vel. Az, hogy mikor, azt nem lehet tudni, mert lehet 1, lehet 25 éven belül is kinyomozhatatlan. Mindenkit óva intek attól, hogy ha van egy ilyen eredménye, hogy ő HPV hordozó, hogy akkor elkezdje nyomozni, hogy ezt honnan kapta és kitől kapta. Ugyanis nagyon hosszú a latencia idő. Nem érdemes, nem szabad ezzel foglalkozni, mert kinyomozhatatlan bármilyen Téves következtetésekre is. Nagyon nagy tévedésekre lehet ebből származni. A másik ugye, hogy a HPV fertőzött nők 80%-a spontán önmagától meggyógyul. Minden egyéb terápia nélkül is meggyógyul. Amit ilyenkor szoktunk adni, az egy immunerősítő gyógyszer, annak a megfelelő szedésével felerősíteni a szervezetet, és akkor lekontrollálni, hogy ott van-e még az a HPV, vagy eltűnt onnan. A Kátai Gábor Kórház felvevő területe itt azért a járásban több települést érint, tehát hogy így mondjam, komoly lehet az esetszámotok. Olyan vonatkozásban, hogy ugye a hozzátok forduló hölgyek számát illetően, mi a tapasztalat? Tehát összehasonlítva akár mondjuk Magyarország más
területeit, vagy ahogyan gondolom, hogy a szülészeti, nőgyógyászati vándorgyűléseken, esetleg a régió szinten is feldolgozzátok ezeket a statisztikákat, hogy mi összességében a tapasztalat, tehát mennyivel betegebbek a karcagi, vagy a vidék, vagy karcag környéki hölgyek, mint esetleg más területeken. Hiszen nagyon sok betegség típusnál és akár a daganatoknál is azért azt lehet tapasztalni, hogy egyes mutatókban nem mindegy tulajdonképpen, hogy hova születik az ember. Igen, igen. Szerencsére nem vagyunk rossz helyzetben a méhnyakrák szűrés tekintetében. És az az érdekes dolog következett be, hogy a szűréseknek a javulása és annak a hatékonyságának a fokozásával sokkal kevesebb műtétet végzünk, mint valaha régen végeztünk. Ebből ugye az a megállapításunk, hogy régen talán nagyobb volt a félelem, nem volt olyan korrekt szűrési módszereink, és azért nagyon sok felesleges műtétet végeztünk, úgymond ezt feleslegesen idézőjelbe mondva, mert ugye nem tudjuk, hogy melyik volt a felesleges. Ahhoz képest az utóbbi időben sokkal kevesebb és sokkal kisebb megterhelést jelentő műtétekkel, egy egyszerű kacs konizációval el tudjuk végezni és meg tudjuk előzni ezeket a betegségeket. Tehát ez azt jelenti, hogy a szűrésünk az eléggé hatékony. Amiben nincs változás, és ezt a mi környékünkön sem, és az országban máshol sem, az a súlyos elhanyagolt eseteknek a számában mutatkozik, akik nem járnak szűrésre, és olyan állapotba kerülnek vizsgálatra már, amikor gyakorlatilag nem is mit tenni. Igen, a terápiás lehetőségünk az már beszűkült. Én erre azt szoktam mondani, hogy mindig úgy kell, hogy dolgozzunk, hogy mi adjuk meg a munkánknak az irányát, ne pedig a természet kényszerítse azt ki belőlünk, amit már kell tenni, mert már csak kényszerpályán tudunk mozogni. Tulajdonképpen az egészség, tudatos magatartás és talán a szülővizsgálatokon való részvételnél is azt gondolom, hogy az idősebb korosztályok tudnak jó példával szolgálni. Tehát például egy anya és lánya nexusban, hogy igenis kezdjenek el együtt nőgyógyászati szakrendelésre járni. Mi a javaslatod, hogy hány éves korban célszerű a kislányokat tulajdonképpen először nőgyógyászati szakrendelésre elvinni? Igen, ez változó. Ideig azt mondtuk, hogy a nemi élet megkezdése előtt érdemes egy konzultáció, egy ultrahangvizsgálat. Én továbbra is azt mondom, hogy ahhoz, hogy az a kapcsolat, az a konszenzus kialakuljon a úgymond kislány és majd a leendő nőgyógyászata között, az valóban az ideális, hogyha az anyuka val együtt megjelenik és bemutatkozik, és egy ártalmatlan ultrahangvizsgálat során legalább tájékozódni arról, hogy minden rendben van-e, nincs-e valami fejlődési rendesség, megvannak-e a petefészkek, megvannak-e megvan-e a méh és annak alakja, nagysága megfelelően. Vannak-e már ebbe a korban előforduló úgynevezett vérzésrendelség, vagy fájdalmas havi vérzés, ami sokszor nem kerül egyébként nyilvánosságra a családba, mert szégyelli, nem meri mondani, és akkor ezek kellemetlen magatartásbeli zavarokhoz, esetleg iskolában a teljesítőképesség csökkenéssel járhatnak. Tehát ahhoz a későbbiekben kialakuló bizalmas és nyílt kapcsolathoz szükséges. Maga az önmagában a rákszűrést azt ma azt javasolja a tudomány és a szakma, hogy az elég volna a 20-as éveknek a közepétől. Sajnos a praxisomban nem egy olyan esetről tudok, aki már előtte meg kellett operálni, és nem is egyszer, és már definitív méhnyakrákja volt. Tehát én azt mondom, hogy mindenféleképpen a nemi teljesség kialakulása és a nemi élet elkezdését követően érdemes a szakemberhez visszajárni, akár ugye egyébként is a fogamzásgátlás megbeszélése céljában mindenféleképpen. És nagyon sokszor itt olyan betegségekre, állapotokra derül fény,
nagyon sok mostanában az úgynevezett policisztásról várjam haza. És akkor, hogy na ez mi? Mert ultrahanggal látjuk, és akkor itt jön a megdöbbenés. Ugye ez egy sok apró kis cisztás petefészket jelent, de ez egy állapotot jelent. Ez egy állapotot jelent, mert ugye akkor kiderül, hogy hát igen, a fokozott hajlamomban, a szőrnövekedésre, az alszomon, a combomon, akár a hasamon, stb., amit szégyellek, fokozott hajlamomban a testsúlygyarapodásra, mindent elkövetek, és mégsem tudok úrán lenni magamon. Hát bizony testnevelés órán is gond van, mert még a vérnyomásom is már gyerekkorom óta magas, és már azt is nézegetik. És mindez pedig erre az állapotra vezethető vissza, ami legtöbbször ekkor derül fény, és akkor erről majd kitték, gondolom, többet fog tudni beszélni, többet beszél, hogy milyen anyagcsere vonatkozásai vannak, és régen bizony ezeket a pacienseket küldözgettük, menjen el ide, menjen el oda, de a helyes terápiát kezelést ezt minél hamarabb el kell például kezdeni. És hát tényleg nem gondolnak. Tehát az átlag, azt mondom, hogy serdült lány esetében nem gondolnak rá, hogy azon kívül, hogy magas vérnyomás van, stb. Egy-két panasszal küzd, vagy akár éppen egy fájdalmas menzesz, és így tovább, de nem gondolnak rá, hogy nőgyászati irányba is el kell. Hogy emögött van egy androgén túlsúlyos hormon státusz, van egy inzulin rezisztencia, és ez egy állapot, ez egy hosszantartó, betegségnek nem mondanám, inkább egy állapotot jelent, ami a végén azért egy súlyos cukorbetegségbe is torkolhat. De hát addig még el kell jutni, mert addig még ugye majd terhesnek is kell lenni, vagy várandósnak, és akkor a családalapítás, a gyereknevelés, a többi. Tehát ezeket minél hamarabb el kell kezdeni, hogy ez egyensúly ez kialakuljon. Tehát nagyon sok esetben olyankor találkoztok már a pácienssel, amikor már esetleg gyermeket vállalna, de valahogy nem sikerül. Igen, vagy nincs meg a vérzésem már hónapok óta. Legtöbbször. Igen. Vagy hallottam, hogy hát gyógyszer kellene szedni, mert hát itt is szőrös vagyok, meg ott is szőrös vagyok, és hát ez nagyon kellemetlen, mert most meg már azért a fiúkkal úgy kezdenénk találkozgatni. Valóban a szűrővizsgálatoknak én azt gondolom, hogy Magyarországon az a fő problémája, és tényleg azért egyszerűen a lakosság nem megy el a lehetőségekre, mivel azért az átlag magyarnak nagyon benne van a tudatában ez, hogy homokba dugjuk a fejünket, tehát ha nem tudunk valamiről, akkor az nincsen, és hogyha megtudjuk, akkor utána, tehát azt nem látják be sokan, hogy esetleg egy korábbi állapotban felismerve a bajt, még azért a gyógyításnak a lehetőségei azok megvannak. De a különböző népegészségügyi problémáknál, amely a lakosság nagy százalékát érinti, még nem csupán a különböző szűrővizsgálatokon való részvételnek a fontosságát kell hangsúlyozni, hanem tulajdonképpen tennünk kell más módon is azért, hogy valóban egészségesek legyünk, egészségesnek maradjunk, és itt számos olyan faktort lehet említeni, amely hát kicsit elcsépeltnek hangzik, de még mindig nem lehet és nem kell eleget hangsúlyozni, mint a dohányzásnak az elkerülése, az alkohol fogyasztásnak tulajdonképpen a tilalma, vagy hát nagyon mérsékelt szinten való tartása. És egy nagyon fontos dolog az egészségtudatos magatartásban a helyes táplálkozás. A helyes táplálkozásnál nagyon sokan úgy gondolják, hogy nagyon értenek hozzá házi szinten, de tulajdonképpen mégsem értenek azért hozzá, és itt a magyar konyha kifejezetten nagy veszedelmet jelent, hiszen azért közismert a világ konyháit, konyhaművészetét ismervén, hogy a magyar konyha azért meglehetősen szereti a zsíros ételeket, a túlzott paprika, túlzott fűszerfogyasztás, stb. Tehát tulajdonképpen azzal együtt, hogy esetleg próbálunk is tenni az egészséges táplálkozás irányában, de mégsem vagyunk elég tudatosak, és mégis a hagyományos hazai konyha fortéjait követve azért nagyon sokat hibázunk. Úgyhogy ebben a
vonatkozásban kérnénk doktornőnek a segítségét, és elevenítsünk fel, én azt gondolom, itt a kedves televízió nézőknek akár tényleg nagyon hétköznapinak tűnő dolgokat is, amelyeket hát úgymond a bevésődés szintjén is nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mit tekintünk ma itt a 21. század elején optimálisnak a táplálkozás vonatkozásában. Sok szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket, illetve örömmel veszek részt ezen az egészségmegőrző fórumon, beszélgetésen. Azt gondolom, hogy sajnos tényleg nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Magyarországon is egyre több a túlsúlyosok és elhízottak száma, és gyakorlatilag ez most már az Egészségügyi Világszervezet által is betegségnek titulált állapot maga a túlsúly. Érdekes, hogy sok minden apró cseprő dologgal, itt a Kátai Gábor Kórház sürgősségi osztályán is szoktam dolgozni, és ott is sok apró dologgal is az emberek orvoshoz fordulnak, és segítségért jönnek. Valahogy ez még mindig nem alakult ki úgy az emberekben, hogy a túlsúly is egy ilyen betegség, és ezzel is érdemes szakemberhez fordulni. Mint ahogy hallottuk az előbbiekben, akár amiatt, mert egy egész szindróma állhat a túlsúly mögött. Például a policisztás ovárium szindróma is gyakorlatilag sokkal több, mint egy petefészek betegség, egy anyagcsere zavar áll a hátterében, az inzulin rezisztencia. De ugyanez az inzulin rezisztencia az inzulin túlsúly képezi, úgymond az előszabályát a kettes típusú cukorbetegségnek is. Úgyhogy mindenképp érdemes ezzel foglalkozni. Ami a jó hír, hogy a kellő időben és jól diagnosztizált betegséget vagy állapotot gyakorlatilag egy életmódváltással és egy diétával könnyen egy visszafordítható folyamattá lehet tenni. A szervezetünk egy igen bonyolult mechanizmus révén tartja egyensúlyban a vércukrunkat, mégis megpróbálom ezt leegyszerűsítve elmagyarázni, és ezáltal egy picit segítséget adni a hétköznapi diétákhoz is. Gyakorlatilag bármit, hogyha elfogyasztunk, megeszünk, annak a végső energiafelhasználó terméket cukor molekula lesz bennünk. Ez a cukormolekula indítja el az inzulin termelésünket a hasnyálmirigy által, és ennek következtében fogják felvenni a cukor felvevő sejtek, az izom és a zsírsejtek a cukrot, és építik magukban az energiát. Hogyha ez a mechanizmus károsodott, tehát az inzulinnak a hírvívő szerepe nem elég hangos, akkor alakul ki az, hogy egyre több inzulin bocsát ki a hasnyálmirigy, és egy megnövekedett inzulin szinttel fogjuk a normál vércukrunkat elérni. Ugye gyakori, hogy elmennek az emberek a vizsgálatra, a labor vérvételre, és akkor ott nézik az éhgyomri vércukrot. És megtapasztalják azt, hogy minden jó, minden rendben van, normális a vércukrom. Sajnos azt kell mondjam, hogy nem feltétlen jelenti azt, hogy minden jó és minden rendben van, mert attól, hogy normális valakinek a vércukra, attól még lehet inzulin rezisztenciája, és nagyon fontos, hogy kellő időben ezt felismerjük, és ezt csak a panaszok alapján, vagy beszélgetés alapján fogjuk tudni kideríteni, mert egy rejtett betegségforma. Az inzulin az egyetlen olyan hormonunk, ami a zsírraktárnak az épülésért felelős. Hogyha nyilván túlsúlyban, nagy mennyiségben van, akkor a zsírraktárunk csak épül. A másik csúnya tulajdonsága, hogy folyamatos éhséget okoz, tehát ha magas az inzulin szintünk, folyamatosan enni fogunk. Illetve a zsírszövetekben egy dugót képez, hogy nem engedi a zsírsejteket kiáramolni, lezárja őket, és ezáltal a kínos fogyókúráknak nem lesz eredménye. Az általam és jó pár orvos által végzett orvosi diétaterápia pont ennek a mechanizmusnak a segítségére szolgál. Egy nagyon alacsony inzulin szintet eredményező diéta, és egy gyakorlatilag fehérjedús maga az egész terápiánk. Mellette alacsony a szénhidrát és zsírfogyasztás is. Ennek hatására az inzulin az egy minimális szinten fog maradni, és a zsírsejtek megindulnak kifelé, az izomállomány pedig a magas fehérjebevitel miatt megőrződik. Az izomnak másik nagyon fontos szerepe az, hogy gyakorlatilag ő fogja elégetni a zsírt. Tehát egy alacsony inzulin szinttel, egy magas fehérjetartalom mellett magas izomállomány megőrzésével fog égni a zsírunk. Nem tudom, hogy
hogy esetleg érinthetem azt, hogy mi az, ami fehérjét tartalmaz, mi az, ami szénhidrátot, mert ez is sokszor probléma szokott lenni. És az az igazság, hogy éppen így egy decemberben vagyunk a nagy ünnepek előtt, ami hát a fogyókuháknak különösen nem kedvez, de hát, hogyha ennek a műsornak és a kapcsán is, doktornő jó tanácsai kapcsán is egy kicsikét a háziasszonyok most jegyzetelni kezdenek, és esetleg a hagyományos karácsonyi ételekbe sok alternatív dolgot is be lehet csempészni. Azt tudom számunkra javasolni, ami elsődleges, próbáljunk odafigyelni, hogy két étkezés között minimum 4, maximum 6 óra hossza teljen el. Hogyha 4 órán belül leszünk, akkor sajnos nem fog megindulni. Hiába vagyunk alacsony inzulin szinten, akkor sem indul meg a zsírbontásunk. Úgyhogy erre, ha másra nem is, de erre próbáljunk mindenképpen figyelni. Amit még javaslok, hogy inkább a fehérjedús táplálékokat részesítsük előnyben. Fehérjét gyakorlatilag a tejtermékek, a túró, joghurtfélék, a hús, hal, különböző máj, pulyka, mint ünnepi étel tartalmaznak, illetve mellette a zöldségek legyenek túlsúlyban. A gyümölcsökről tudjuk, hogy nagyon egészségesek, viszont magas a szénhidrát tartalmuk. Azoknak a fogyasztását inkább a déli időben javaslom. Ez azért van, mert délben a saját inzulin szint termelésünk is teljesen alacsonyan van, úgyhogy ilyenkor egy picit kívülről pluszat tudunk bevinni. És reggel és este inkább a húsféléknek és a zöldségeknek a fogyasztását részesítsék előnyben. Gyümölcsök kapcsán, hát így a téli időszakban gyakorlatilag, ha egy boltnak megnézzük a gyümölcs palettáját, akkor déli gyümölcsök vannak azért nagyobb mennyiségben, a banán, a mandarin, a grapefruit és többiek, amelyek hát nem a hagyományos Magyarországon beszerezhető, vagy Magyarországon megtermelt gyümölcsfélék. És hajlamosak vagyunk elfelejtkezni mégis az almáról, ami a egyik legegészségesebbnek tartott gyümölcs, hogy mi így a táplálkozás tudománynak az álláspontja az almafogyasztással. Igen, azt gondolom, hogy az alma az egy ideális gyümölcsforma. Viszonylag kevés a szénhidrát tartalma, főleg akik szeretik a picit savanykásabb almát, mert abban gyakorlatilag a szénhidrát a legkevesebb, és sokkal egészségesebb, mint akár egy banánnak az elfogyasztása. A banán közül is maximum az éretlen biobanán tudnám ajánlani, ami alacsony szénhidrát tartalommal bír, mert egy jó érett banánnak nagyon magas a szénhidrát tartalma, erre óriási inzulin mennyiség fog kibocsátódni bennünk, ami le fogja zárni a zsírratárakat, és utána az elkövetkezendő órákban biztos, hogy nem fogunk tudni zsírt égetni. A fehérjebevitel, ugye szénhidrátokról beszéltünk. Mi a teendőnk akkor, hogyha mégis azért a magyar konyhának a zsírosabb fogásait is előnyben részesítjük, tehát mennyire váltak be azok a, akár nem mondom, hogy gyógyszerkészítmények, de mégis, tehát olyan alternatív fogyókúrás eszközök, hogy így fogalmazzak finoman, amelyeket akár különböző női magazinok oldalain is lehet olvasni, hogy ugye úgy működnek, hogy elméletek megkötik a zsírt. Mennyire vannak ezekkel végül is pozitív eredmények? Sajnos azt kell, hogy mondjam, nincsenek csodaszerek, csak mi vagyunk magák a csodák, úgyhogy ha valaki fogyni szeretne, akkor forduljon szakemberhez. Legalább egy beszélgetés erejéig, legyen pontos mérés arról, hogy mi áll az ő szervezetében. Ugyan nagyon gyakori elkezdenek fogyókúrázni, nem mindegy, hogy miből fogyunk. Próbáljanak egészségesen fogyókúrázni, kérjenek egy tanácsot, és mindenképpen a mozgást próbálják beiktatni az életükbe. Én azt gondolom, hogy ez sokkal hatékonyabb, mint bármilyen készítmény, amit drága pénzeken meg tudnak venni, és adott esetben nem tudják, hogy ez az ő szervezetükre is jó lesz-e, vagy nem lesz jó. Nagyon fontos, hogy van-e társbetegség, nincs-e társbetegség, hogy mennyi az alapkoleszterin szint, és utána pedig a fogyás mindenképp a zsírból induljon meg, mert egy egészséges fogyást szeretnénk elérni. Így a veled való beszélgetésekből a számomra már mindig úgy kikristályosodik, hogy valóban a táplálkozás tudomány egy önálló tudományág az orvosláson belül, és hogy ez a bizonyos dietoterápiás vonal, ez
ez egy új koncepciót ad. Mégis, hogyha a kedves televízió nézők figyelmét ez a dolog felkelti, és akár éppen januártól az új életmód váltás jegyében szeretnének esetleg a diétás gondjaikkal kapcsolatban ezt a komplexitást megtapasztalni, hogyan tudnak tanácsot kérni, vagy akár itt Karcag vonatkozásában hol tudnak tájékozódni, vagy akár téged hogyan tudnak megtalálni? Elérhető vagyok én is, bár én Budapesten rendelek javarészt. Itthon Karcagon édesanyám, dr. Juhász Zsuzsanna végzi ugyanezt az orvosi diétaterápiát. Őt fel tudják keresni. Én azt gondolom, akár a kórházban, akár a gyerekkörzeti rendelőben elérhető, megtalálják, és nagyon szívesen fog ebben segíteni. Nagyon köszönöm. És éppen itt az ünnepek kapcsán, amikor az év végéhez közeledvén igyekszünk átgondolni az egész éves életünket, tevékenységünket, mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit esetleg kevésbé, és milyen új irányelvek alapján próbáljuk a következő évet elkezdeni saját magunk és családunk épsége és boldogulása szempontjából. Remélem, hogy ez a kis beszélgetés is hozzájárult, és nagyon köszönöm főorvos úrnak, illetve doktornőnek ezt a mai beszélgetést, és valóban legyünk bátrabbak, talán ez a legfontosabb. Merjünk változtatni az életmódunkon, amennyiben még vannak benne hibás elemek, és valóban a különböző szűrővizsgálatokat használják ki, a szűrővizsgálatok nyújtotta lehetőségeket, és én azt gondolom, hogy Karcagon az itt élők nagyon szerencsések abban, hogy nagyon kiváló szakemberek dolgoznak az egészségügyben, és mindig van kihez fordulni, és így a mai beszélgetőtársaimnak is nagyon sok sikert kívánok a mindennapi gyógyító munkában, és engedjék meg, hogy egy idézettel fejezzük be ezt a mai beszélgetést, Juhász Gyula Karácsony felé című versével. Idézet. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorún nézek, a kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várjuk Önöket az Egészség 2017-es adásaival is. Az év végéhez, illetve karácsonyhoz közeledvén Minden Szentek néhány hete volt, és közeledik a karácsony. Nagyon sokat hallhatunk, beszélünk a szeretetről, a szentekről, és így az egészségügy kapcsán két szentnek az alakját, Szent Damján és Szent Kozma alakját szeretnénk felidézni. Ezt a képet a Betánia gyógyszertárba belépők nap mint nap láthatják. Szent Kozma az orvosok védőszentje, Szent Damján pedig a gyógyszerészek védőszentje. Alakjukat a Magyar Szent Koronán is megtalálhatjuk. A két szent a keresztény üldözések idején halt vértanú halált, és a gyógyításnak nagyon lelkes, megszállott hívei voltak. Talán a sorsuk is emiatt teljesedett be. Az ünnepek közelettével kérdezem dr. Szalai Lászlónét, a Betánia Gyógyszertár és Egészségház vezetőjét, hogy az egészségügyben és a gyógyszerellátásban mit jelentenek az ünnepek? Van-e idő, van-e mód a mindennapi gyógyító munka kapcsán megállni egy picit, megpihenni, és milyen
útravalót szállna 2017 évhez? Köszönöm szépen a kérdéseket. Ténylegesen a karácsonyt várva meghatódunk, és amikor van egy kis idő erre, mert a háziasszonyok sietnek bevásárolni, a gyerekeknek is ugye közeledik a félévi évzáró, félévzáró, és majd csak karácsony este és a következő karácsonyi napokba jut időnk igazából pihenni. A két gyógyítóról még annyit, hogy Kis-Ázsiában születtek, Iker testvérek voltak, nagyon elhivatottak voltak minden tudomány iránt, de elsősorban az orvostudomány iránt. Szíriába mentek tanulni, és olyan magas fokú tudást gyűjtött a két testvér egymás segítve, és olyan elhivatottságról tettek tanúbizonyságot, hogy a napjainkig, a mai napig is legendák szólnak a gyógyító tevékenységükről. Akkor még, akkoriban nem vált külön az orvosi, illetve a gyógyszerészi, mai értelembe vett gyógyszerészi munka. A képen is látszik, hogy együtt töprengenek és gyógyszert készítenek. Akkoriban a gyógyszerkészítés ásványi örleményekből állt, így cink, mangán, bizmut, arany, aranysók, ezüstsók, tulajdonképpen ugyanezek napjainkban is hát meglelhetők gyógyszerként a vegyületeik, de ha azt mondom, hogy a Béres Csepp és Béres Józsefnek a csodálatos tevékenysége is, ezek a nyomelemek, amelyek hiányoznak a szervezetünkből, hiszen a talajból már egyre kevesebb jótékony ion szívódik fel, mert elsoványodottak a talajok. Visszatérnék arra, hogy nem csak a testet gyógyították, hanem a lelket is, az emberek lelkét is. Ezért szinte apostolként ünnepelték őt a városuk lakói, és nagyon sokan az ő kezdeményezésükre, illetve az irántuk való elköteleződés miatt váltak keresztényé. Éppen ezért, amikor időszámítás után 303-ban nagyon komoly keresztény üldözést kezdett Diokleciánus császár, ővelük kezdték a keresztények elleni hát üldözést, és hát perbefogták őket, és számtalan módon próbálták őket elpusztítani, keresztre feszítéssel tengerbe dobták őket, mágián is próbálkoztak, de végül is hát sajnos elhunytak, és a későbbiekben megmaradt a legenda, írások maradtak fönn, és így a 6. században az akkori pápa szentté avatta őket. Valójában nem csak a keresztény egyházak tekintenek rájuk szentként, hanem a nyugati egyházak is, és így az egészségügyben dolgozók is, tehát az orvosoknak, a gyógyszerészeknek és az egészségügyi dolgozóknak is védőszentjei, és az orvosegyetemek is, és jó néhány kórház egészségügyi intézmény nevét is felvették a két gyógyítónak. Mi tulajdonképpen
Most ezzel a képpel szeretnénk megköszönni a betegeinknek azt a sok kedvességet, amit tőlük kapunk, visszajelzéseket a gyógyulásukról, vagy legalábbis sok esetben kisebb javulásról, és nagyon köszönjük, hogy hát szeretettel vannak irántunk, és várjuk őket 2017-ben is. Ma már egészen más a gyógyszerészi munka, hiszen egyre kevesebb a gyógyszerkészítés, egyre több a gyáraknak az elkészített gyógyszereinek az expediálása, de sok az egyéb termék is. Várjuk Önöket tanácsért. A délutáni napok már egy kicsit kellemesebbek, és nincs zsúfoltság. Kívánjuk, hogy a jövőben is találkozzunk sokat, legyenek egészségesek, és a gyermekeiket is tanítsák meg mindarra az egészségügyi ismeretekre, amelyeket anyáinktól tanultunk. Elsősorban a higiénés viselkedésre, a gyerekeknek is az egymás iránti szeretetre, hogy ne történjen annyi baleset, de tanítsuk meg őket a gyógyteák használatára, az egészséges táplálkozásra. Viszontlátásra kívánok mindenkinek, minden jót. Visszaadom még a szót. A Betánia névvel a lakosok akár betérve a gyógyszertárba, vagy akár elsétálva az épület előtt találkozhatnak. Az lenne a kérdésem, hogy maga az a szó, hogy Betánia mit jelent? A Betánia egy helységnév. Jeruzsálembe körülbelül a terület közepén helyezkedik el, és többféle fordítás látott napvilágot, tulajdonképpen olyan név, amely a szegények, a betegek gondozását jelenti. Ebben mindegyik fordítás megegyezik. És ez az a helységnév, ahol ma is fönn áll az a 2000 éves ház, ahol Márta, Mária és Lázár élt egykoron, és nagyon sokat Jézus ott pihent meg a hosszú utak megtétele után. És a tanítványaival is sok esetben itt találkozott. Márta olyankor étellel kínálta őket, és tulajdonképpen ez a helység ihletett bennünket a gyógyszertár alapításakor, amelyik hát 23 éve történt, mivel a családunk intézeti gyógyszerészként szolgált a Kátai Gábor kórházban. És hát a nyugdíjas éveinket a férjemmel így alapoztuk meg. Tulajdonképpen ez a Betánia, ez így szerettük volna, hogy mindenki kapjon időt lehetőleg a kérdéseire, a megválaszolásra, a gyógyításra, a gyógyulásra. Természetesen, hogy elsősorban az orvosnak a feladata, a diagnózis fölállítása, a gyógyszerek felírása, de számtalanszor maradnak még nyitott kérdések, amiket mi szívesen most is és a jövőben is megteszünk. Kedves televízió nézők, a Betánia főbejáratánál látható Szent Damján és Kozma alakját bemutató festménnyel szeretnénk
az egészségügyi dolgozók munkáját megköszönni, és a lakosság részére pedig egy egészségesebb, boldogabb évet kívánni a 2017-es esztendőre. Köszönjük a figyelmüket!